Ez itt az új műsorunk, a Gonosz Swift. A műsor lényege az az, hogy időre kell teljesíteni ezt a pályát, amit mi itt kiraktunk, de van benne egy trükk. Meg van fordítva a kormányzás. Viszont az általunk meghívott versenyzők ezt nem tudják. Itt a rajtnál úgy ülnek bele, hogy ez csak egy normális régi Swift. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot. Érdemes lesz. A Gonosz Swift következő vendége, Hajas Imelda. Nem is tudom, hogy lehet téged beprotezselni. Autós youtuber, autóversenyző, profi PR szakember. Jó, ez már sok lesz. Már sok. Leginkább szabadúszó autós tartalomgyártó, és most ugye a Zeneos per szakálmetál színeiben vagyok itt. Te vagy amit nehéz lenne kitalálni. Te vagy az első szponzorversenyzőnk, ami nem kis lépés ebben a műfajban. De induljunk egy kicsit messziről. Hogy jött, hogy autós YouTube csatornát indítasz? És miért pont azt? Ugye én autós újságírással foglalkoztam 3 évig az alapjáratnál, és az egyetem mellett kezdődött, mint szakmai gyakorlat. Akkor pont vendéglátásban dolgoztam, és azt nem fogadták el a tanulmányaim mellett, ami kommunikációs médiatudomány volt egyébként, és felvettek a magazinhoz, 3 évig ott dolgoztam, és így szépen lassan utána eltelt 1,5 év, ahogy onnan eljöttem, és mire úgymond összeszedtem magam annyira, hogy na akkor belevágok egy saját projektbe, egy szabadúszó projektbe, ami végül is annyira két és fél év távlatából már annyira kinőtte magát, hogy sok felkérésem van, és ugye mellette van egy főállásom is, és így igyekszem megtalálni a nem létező egyensúlyt. Erről sokat szoktunk beszélgetni, de engem egy kicsit mindig az aggaszt, szeretem a tartalmaidat, de hogyha egy dekoratív csaj elkezd bármilyen olyan dolgot csinálni, amit jellemzően férfiak csinálnak, akkor ott így automatikusan bejön a jó csaj effektus, tehát hogy teljesen mindegy, hogy mit csinál, azt nézni fogják, mert egy szép nő csinálja. És hogy ezt azért, ezt le kell küzdeni, hogy ne azért nézzenek, mert hogy te vagy ott, hanem mert hogy jó a tartalmad. Hogyan adsz te többet a tartalmaddal? Mire törekszel, amikor ezeket a videókat csinálod, hogy más legyen, mint a többi? Mert ugye látjuk, hogy itthon ez az autós média, ez viszonylag egy kis torta, ha több szeletre vágjuk, attól nem lesz nagyobb. Tehát mi adja az imeldaságot? Igen, ugye ebben igazad van, ebben a jó csaj effektusban. Ez nem feltétlen baj, ezt én is így látom, hogy nagyjából mindegy, hogy milyen tartalmat rakok ki, értem ez alatt azt, hogy autóteszt, vagy tech videó, esetleg egy háznak a bemutatása, mert az embereknek valahogy átjön az interneten keresztül az energiám és a személyiségem. Én abszolút ilyen vagyok a magánéletben is, mint amilyen a YouTube videókban, vagy az autótesztekben. Nem szeretném máshogy eladni magam sem, úgyhogy nem színészkedek egyáltalán, viszont azzal próbálom mássá tenni, ugye nálam is fennáll ez a probléma. Mondtad, hogy ez egy kis szelet, ez az autós tartalom. Egy kis torta, egyre igen, több szelettel. Viszont ugye egyre többen vannak már, tehát nagyon kezd zajos lenni ez a szakma is, vagy ez az iparág itthon. Én vagyok ugye az egyedüli nő, aki ezt csinálja, ez még önmagában nem, emiatt nem lesz más a tartalom, vagy bármi egyéb, viszont ugyanúgy tényleg a személyiségemet viszem bele a videókba, a jövő évre vonatkozóan van rengeteg tervem, hogy szeretnék megvalósítani, meg nem bánnám, hogyha több időm lenne arra, hogy mondjuk egy új autó nálam van teszten, és az ötletelésen, hogy ne egy szimpla tesztbemutató legyen, tehát most még abban a fázisban vagyok, hogy nem érzem sokkal különbnek az én tartalmaimat mondjuk férfi autós tartalomgyártóktól, maximum emiatt, hogy én simán beülök jogázni a Model Y-nak a hátuljába, és arról egy vágókép. Ezt lehet, hogy én is kipróbálhatom. Ezt most fog kimenni ez a videóm, vagy elalszom a hátsó üléssoron, vagy tehát ilyen nagyon bolond dolgokat csinálok, amik ott helyben jutnak eszembe, de én ilyen vagyok, úgyhogy jövőre vonatkozóan még ez jobban ki lesz találva, hogyha több időm lesz rá. Ez tök menő, hogy ilyen reálisan látod ezt az egészet. És akkor ott van mellette az autóversenyzés. Team Reddy, ahol igen. Ugye ott van Lucy, aki már szintén felfedtett az interneten, és nagyon tud vezetni. Nagyon. És hasonlók. Mik a törekvések? Igazából idén jött ez a lehetőség a Team Reddy által, hogy szlalomban tudjak versenyezni. Menet közben csatlakoztam a szezonba, és 2-3 versenyen volt szerencsém részt venni. Nagyon-nagyon látszik, hogy nincs versenytapasztalatom, nincs annyi rutinom, tehát a többiekhez képest lényegesen úgymond le vagyok maradva, de ez is egy új kihívás volt igazából, ami egy lehetőség. Én kaptam a lehetőségen, de
tervben volt, hogy most így a téli időszakban, ugye, hogy nincs szezon, beszerzek egy szimulátort, és azon fogok gyakorolni, de nem tudom még, hogy össze fog-e jönni. Minden esetre lesz, ami lesz. Ez egy ilyen 600 millió modik hobbi. Most már általad ismert embereknek itt vannak a nevei és egyebek. Hova szeretnél odaérni? Júj. 55, 59, 1,15. Utolsó semmiképpen se lenne jó, hogyha lennék, de nem tudom, hogy mi vár rám, hogy mire számítsak. Tehát hiába próbáltam... A pályán. Jó, igen, a gonosz Swift-tel. Hiába próbáltam mindenkiből kihúzni, és senki nem mondta el 1,42. Jó, hát... egy. Nem tudom. Egy? Uh-huh. Egy? Jó, jó. Az egy reális célnak tűnik. Horváth András ment 1,06-ot. Úgyhogy a fiatalokat nézzük, Draskovics Andris 57-et. Jó, akkor nem, akkor biztos, hogy nem egy, mert András azért ugye szimulátorozik egy kevéske időt. Hát, de mindig GT3-as Porsche-t vezet, és hát hol van egy GT3-as Porsche a gonosz Swift-hez képest? Igen, meglátjuk, nem tudom, tippelésben sosem voltam jó. Akkor ülj be, állítsd magadra az autót, és jó, nézzük meg. Hát lássuk. 3, 2, 1, rajt! A rohadt életbe! Az arra kell menni! Aha. Látod, Anti itt van segíteni, ez nagyon jó. Na másik, jó! Másik irány. Nem, úgy, így, igen. Aha. És akkor most a másik, az az. Meg vagyok. Gyerekek! Érdemes egyébként alul, nem másik. Ne! Az lesz az. Érdemes alulról lépni, az nagyon jó. Úgy. Szóval érdemes alulról építkezni, és inkább lassan nekiindulni így, amíg ráér az elején. Áh, gyerekek! Csak én vagyok ilyen béna? Nem, abszolút. Figyelj, egész jól hozod az elején, nem? Másik irány. És mondom, ez már a szervós változat, először szervó nélkül kezdtük el, és úgy teljesen használhatatlan volt. És itt a hosszú, íves kanyarba érdemes óvatosan, mert itt ugye korrigálásnál az lesz az. Nagyon jó. És minél közelebb ide a jobb oldalra célszerű. Nagyon jó. Igen. Azaz is, akkor most... Az, nagyon jó. Figyelj, tolatás az. Szed. Nagyon jó. Hátulsó? Nem látom. Hát, valószínűleg egy javítás kell neki, igen, de... Nem tudom, hogy a hibákról beszélgettünk-e, de úgy van, hogyha meglököd és nem esik le, akkor... Az nem számít még, de amúgy, hogyha odébb viszed, akkor az 5 másodperc, és itt teljesen már még... Jó lesz. Figyelj, az autóba fűtés nem kell, meg vagyunk, jó, mehet. Aha, igen, itt igazából a fordulás a lényeg, csak igen, erre a belsőre vigyázz. Ti szórakoztok el. Figyelj, ettően ez volt a cél, igen. Okay. Hány milliárd percnél vagyunk? Passzolok, mert nem figyeltem, hogy mikor indultunk, de az első kör az tulajdonképpen egy gyakorlásnak betudható. Jó. Te viccelsz, hogy ebben van szervó. Komolyan mondom, hogy van. Én építettem az autót, és... Jó, és már visszaszedheted. Figyelj, ha szeretnél utána pihenni egyet, akkor... akkor lehet, és akkor itt minél inkább balról. Még szélesebbre, és akkor szed. Gyorsan, nagyon. Figyelj, ha szeretnél kézifékkel fordulni itt, akkor arra is van lehetőség a későbbiekben. Másik! Jézusom! Áj, összezavarodtam. Az másik irányba, de jó lesz, elmegy egyébként, így az jó lesz, és... És így nagy, kell beállni? Igen, és... Jó, elfogadtuk. Gyerekek! Elfáradt? Ne tudd meg! Szerintem pihenőre lesz szükségünk. Szia, hölgyem! 600 milliárd perc! Volt hiba, Dani? Nem volt hiba egyébként. Figyelj, 3 perc, 6 másodpercről indulsz, az első időnek, figyelj, 2.30, 2.40, 2.50-eket szoktak meg emberek. Ezek nem első idők? Nem, azok ez a harmadik körös idők, mert mindenkinek 3 kör van. Kodai, hogy érzed magad? Kicsit... Tudom olvasni a szádról a káromkodásokat. Kicsit bedurrantam. Hát ez nagyon jó. Hogy van szervó az autóban, ez egy kicsit rosszul esik. Biztos, hogy nincs.
Aljas átverés. Jó élmény volt? Aha. Ilyen bemelegítésnek. Jól van. Miért nem szóltatok, hogy nyomjak pár fekvőt előtte? Hogy kívánod folytatni, amíg így benned van a stenk, addig szúrnád, vagy inkább kiszállsz egy kicsit és pihennél? Többiek hogy szokták, vagy mi volt? Az első két kört jellemzően lenyomják egybe, aztán pihennek egyet, de például Draskovics Andris azt mondta, hogy most azonnal akarja. Tehát, hogy mindenkire máshogy hat a gonosz Swift. Hát nagyon gonosz minden esetre, az biztos. Ti is azok vagytok. Lehet lenyomom most a másikat, és aztán... Pihensz egyet. Megiszom, mondjuk kávét nem. Kérlek, akkor a ride-hoz állj vissza. Jó. Tolatást hajts végig. Toljátok már oda. Vicceltem. Tudom, hogy a japán autók úgy nem állnak tőled távol, ugye ott volt a CRZ, aztán lett valahonnan egy 200SX, mint projekt, ami szerintem egy tök menő vállalás. Jó, vállalás, az biztos. És majd akkor a vége interjúba kitérünk erre. De hogy volt-e valaha közöd régi Swifthez, Egomi Swifthez, Magyar Swifthez, Papír Swifthez? Nem igazán, illetve annyiban hazudok, hogy a mostoha apukámnak, akit nagyon-nagyon szeretek és imádok, van egy, volt, most adták el nemrég, egy Swiftje, ami képzeljétek el, egy automata váltós. Jézus Isten! De nem vezettem talán csak egyszer-kétszer, úgyhogy ennyi. Nagypapámnak egy szervó nélküli Seicentója van. Az is tízes kis autó. Igen. Majdnem az lett az első autóm, csak aztán megláttam a CRZ-t, és máshogy alakult, de tervben van, CRZ. Hogy majd nagypapám autóját is azért meg kellene pimpelgetni egy kicsit. Az a jó, hogy te is szereted halmozni a projekteket. Meg az értelmetlenebbnél értelmetlenebb dolgokat, igen. 3, 2, 1, rajt! Az lesz, az nagyon jó. Nem? De miért? Úgy. Jó lesz, elférünk. Ez valami másban is gonosz. Nem. Csak a kormányra mókoltunk. Nagyon jó. Hiba pont nem volt. Nem. Ugye? Itt és ugye ilyen viszonylag picike. Igen, és már kezdheted visszaszedni. Most is már egy úgy nagyon jó. És érdemes amúgy továbbra is viszonylag lassan. Az nagyon jó. Igen. Jó. Szuper, nagyon király. Jó. Másik. Legjobb idő lesz, vagy? Hát, sajnos nem, mert a tolatásra nem állunk jól. Szerintem érdemes egészen előre visszamenned. Igen. És akkor már itt kezd el szedni. Teljesen kopra tulajdonképpen az elejétől más. Úgy igen, szedd alá, és akkor úgy megy hátra. Nagyon jó. Aha. Király. És akkor a következőben majd ez így érdemes, hogy akár még is mehetünk is, igazából itt ennyi volt. Másik. Gyerekek! Az lesz, az nagyon jó. És igazából egy ilyen folyamatos tartott gázon érdemes, igen. Nem túl magas, és akkor itt már szedheted, jöhet vissza, azaz. Látod, egy ilyen egész jó flow-t el lehet kapni vele. És ugye, hogyha folyamatos a mozgás, akkor még megzavarodni, hogy egészen ki arra, az lesz nagyon jó. Nagyon jó, és kezd el szedni, és kopra szedheted alá, kopra. Ne tudjátok, hogy nagyon jó. Szuper. Jézus már. Nem tűnik teljesen őszintének a mosolyod, azt kell, hogy mondjam. Még nem az... Volt esetleg hibád? Nem volt hibánk. Több mint egy percet javítottál, ez most 1.56.84, de figyelj, itt még teligázon át kell jönni, tehát itt ne állj meg, mert azzal bukod a másodperceket. Igazából már elérte, én mondtam neki, hogy megállhat itt, mert meg előbb is itt álltam, de hogy mi, tehát hogy, ja, hogy itt át persze, csapatok, és ja, persze, jó. Tehát itt még kigyorsíthatsz, és azzal faraghatsz még 1-2-3 másodpercet, ha nem lassulsz itt meg. Ez már azért egy jobb élmény volt, nem? Igen, meg ugye rájöttem, hogy itt nem is adagolni kell a gáz, hanem folyamatosan. Igen, tehát hogy folyamatosan állsz rajta, nem nagyon, de hogy így van egy szint, ahol így kb. Tartod a pedált, nem adagolod össze-vissza, és úgy. Egyébként lehet a kormányt is nem rángatva, meg darabosan, hanem szépen így vezetni az autót. Így. Magam részéről én a kormányrángatásban hiszek, illetve hát úgy tudtam bármit csinálni ezzel az autóval. De nem jött rá, hogy mi az igazán jó. Igen, én még nem tanultam meg igazán a gonosz Swiftet, de örülök, hogy azért most már kezd átfordulni sikerélményben. Lenyomod a harmadik kört, vagy fújnál egyet? Nem tudom. Ha fújnék is, akkor sem sokat, egy 5 percet mondjuk. 3,
kettő, egy, rajt! Nagy, azaz. Na. Milyen átgondolt vagyok? Nagyon jó, szuper. Jobb oldalra. Nagyon jó. Jó, és akkor szedd egyből. Másik, másik, másik. Szerintem még ezzel meg leszünk. Jó lesz, jó lesz. És akkor, hogyha elszeded, akkor szerintem már ti is férünk. Jó lesz. Na. Gyorsan! Nagyon jó! Hú. És akkor itt kopra szedd alá, kopra, kopra, kopra. És akkor, ahogy Anti mondta, nagy gázzal. Jó, megérkeztünk. Na! Tipre? Volt hiba? Nem volt hiba. Nem volt hiba? 1:23:52. Szép adom. Úristen, de jó! Nagyon jó volt. Ügyes. Én annyira örülök, hogy ez neked ilyen sikerélmény. Hát mennyire király, úristen, nem bírom. Jaj, nagyon jó. Még jó, hogy nem ittam kávét, tényleg. Annyit kérdezgettél, hogy mi a trükk, de mondjuk pont erre így számítottál? Nem, én mondtam is az előbb Daninak, hogy azt hittem, hogy valami a pedálokkal lesz, vagy ilyesmi, hogy egyáltalán nem fogok tudni vele elindulni, de... Nem. Tudtam, csak majdnem a gumifalban találtam magam. És az a jó, hogy te nem burnouttal indultál itt, azért sokan úgy indultak, hogy 4000 kuplungról le. A gumifal még senkinek nem volt meg, volt, aki nagyon közel volt hozzá. Igen, ugye elég furcsa volt, de azt mindenképpen így javasolnám a többieknek is. Jó, én vagyok az utolsó előtti, de hogy két kör, utána kitisztítja a fejét az ember, de úgy még megvan neki fejben, hogy mit hogy kell csinálni, és utána a harmadikat azt egy kis idő eltéréssel. Lesz izomláz, az biztos. Neked amúgy van sportmódod, ezt a napokban tudtam meg, szinkronúztál? 10 évig, repülök 10 évig, igen. Azért az húzós. Hát az volt. Az ugye, mindig azt gondoltam, hogy ez így nagyon rendbe teszi az izomtónus, mert hogy ugye veszel egy nagy levegőt, majd a fizikai munkát úgy végzed el, hogy nem lélegzel közben. Hát igen, meg ott ugye víz alatti úszások, hogy egy levegővel a 25 méteres medencét oda-vissza, 50 métert, tehát nekem azért... Jó nagy tüdőm volt régen, de most már nem tudnám megcsinálni, szerintem az begörcsöl a lábam, a spiccem. Ellenben a mozgáskoordinációd az fokozottan rendben van, ami itt meg ugye aranyatér. Igen. Meg ugye a sport is nagyon sok mindenre megtanított, csapatmunka, csapatban működni, úgyhogy tényleg jó kis időszak volt. Szeretnék kérni egy aláírást. Köszönöm. Neked tetsző helyre. Lassan elfogy hát a hely. Nagyon király volt. Hát, van még azért a gépkötünk. Igen. Akkor ide, nem? Ide. Aha. Igen. Hú, de most remeg a kezem. Színes részre is lehet, hogyha az jobban tetszik. Jó, van. Hát a színes kívül. Ja, azt értettem, színes filter. Szerintem most már törekedjünk az egységes helyre, mert akkor mind a 15 versenyzőnek bent lesz a neve. Felvetés jogos. Ja. Meg majd aztán mi is aláírjuk. Tényleg miért? Hát, de meg a kezem. Lehet, hogy amink az érték csökkentő lenne. Valószínűleg tartom, igen. Hű, ez egy jellegzetes kézjegy. Aláírod? Vagy mit kellett volna? Ja, azt hittem szignót fogsz adni. Ja, hát majd szignózok is. Aláírod az idődet? 23:52. Szuper, köszönjük szépen. Köszönöm én is. És nézd, mert akármerre is visz a sors. Tartalomgyártással, autósporttal, ilyenekkel. Drukkolunk. Köszönöm szépen. Aztán bízom benne, hogy még autózunk együtt. És így gratulálok, lesz. Ez így szép lesz. Eredmény. A Gonosz Fit következő vendége, Staub Viki.